Magyar szempontból talán az egyik legsikeresebb szezonom van túl az autósport, hiszen ez az első olyan idény, hogy Kis Norbert és Mihály Norbert is megnyerte a kategóriája bajnoki címét. És hát most itt elsősorban a túrautózásról fogunk beszélni, aminek egy teljesen új korszaka kezdődött, és jobb embert nem is választhatunk volna erre a témára, mint Bajsz Ádám, aki a YouTube csatornáján is gyakorlatilag a magyar hangot biztosította ahhoz, hogy ha valaki szerettel szeretné megnézni ezeket a futamokat, akkor magyar kommentárral ez mindez megtörténhessen, úgyhogy köszöntünk itt az év szezon összefoglalónkban. Sziasztok, köszöntöm a hallgatókat, és köszönöm a meghívást. Tehát először is ugye a, a VTCR, ami nem volt egy túl hosszú életű bajnokság, helyére Végülis a mezőny nagy része az, az átjött egy az egybe, és megcsinálta ezt a turnészerű körutat. Mi volt neked így az első benyomásod így erről a, a szezonról, meg erről az új formátumról? Um, alapvetően próbáltam pozitívan hozzáállni, de fel voltam rá készülve, hogy egy átmeneti évről fogunk beszélni. Önmagában maga a tény, hogy ha megnézzük, összesen kilenc versenyző volt, aki a szezon teljes egészében minden versenyen részt vett. A az szerintem azért eléggé negatív, de a maga a koncepció, hogy összevonták a World a különböző regionális bajnokságokkal, az alapvetően nem rossz, de mégis azt mondom, hogy talán a jó irány az lenne, hogyha sikerülne a magát a World tour kifejleszteni és felhozni olyan szintű bajnoksággá, hogy önmagában is megállja a helyét, és ne szoruljon rá a különböző kisebb regionális bajnokságoknak a kiegészítésére. Alapvetően a regionális bajnokságoknak ez nagyon jó volt, hiszen legalább ők is egy fénybe kerültek, és az ottani elmenő versenyzők is legalább összemérheti tudásukat a világ kilenc legjobb versenyzőjével, legalábbis mondhatjuk most itt autó szinten. Igen, az érdekes tapasztalat volt, hogy uh, ugye elmentek olyan pályákra is uh, pont az ilyen helyi bajnokságokhoz, amik egyébként az európai versenyzők is korábban maximum csak álmodni tudtak róla. Mondok itt például a bathurst uh, vagy hát ugye unblock az, hogy Ausztráliában is több verseny volt, és nekem talán a helyi bajnokságok közül meglepő módon az volt a leginkább, ami, ami ilyen uh, különleges volt abból a szempontból, hogy ott, az ottani élmenők, Bélhetően a pályaismeret miatt gondolom, ők ö, azért fel tudták venni a versenyt a, a World Tour legjobbjaival. Ugye ezt Norbi is kiemelték több interjúban is, hogy nagyon erősek voltak az ausztrál srácok. Egyébként akik követik egy a különböző Ausztrál bajnokságokat, gondolok itt akár erre a Tétszer Ausztráliára, vagy éppen a Supercarsra, azoknak nem volt ez meglepetés, hiszen a legtöbb srác a különböző bajnokságokban mindegyikben részt vett, a Tétszer Ausztráliában is ezért bőven vannak olyan arcok, akik például a Supercars-ba gondolok itt mondjuk Will Brownra, aki ráadásul jövőre majd a Shane Gisbergen fogja váltani a Triple t is talán, tehát a főcsapatnál. Úgyhogy tehát tele van az a bajnokság olyan srácokkal, akik nagyon tehetségesek, nagyon jók, más dolog, hogy itt Európában annyira nem ismertek, de a világ azon tájékán ők azért elég komoly teljesítményű versenyzőnek számítanak. És egyébként tényleg, ahogy te is mondod, abszolút. Én nagyon díjaztam azt, hogy Bad Hurt, vagy éppen a Sydney Motorsport Park, mindkettő szerintem egy nagyon jó versenypálya, benne voltak a bajnokságban, és így legalább az európai nézők számára is megismerésre kerültek ezek az amúgy fantasztikus pályák. Itt van körükben Kovács Olivér, a Vezes.hu uh, újságírója is, aki személyesen is csinált interjút uh, Mihály Norberttel, ami után megnyerte ezt a bajnokságot. Úgyhogy most kicsit uh, mindkettőtök szól ez a kérdés, hogy uh, hova rakjátok uh, ezt a bajnoki címet, ugye? Nyilván, amikor megnyerte 2019-ben, ott is azért már az, azért a szakma azt mondta, hogy ez talán a legnívósabb mezőny, nívósabb, mint bármelyik VTCC-s mezőny volt most ez a World Tour, ez, 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 számotokra mit jelent? Én is köszöntöm a kedves hallgatókat. Véleményem szerint nehéz behatárolni igazán ezt a kettőt, mert ha azt veszük, két különböző sportszakmai környezetről beszélünk, abban a tekintetben, hogy más, más volt a lebonyol, lebonyolítás, adott esetben hétvégéről hétvégére változott az adott, az adott szisztéma, aminek mentén lebonyolították a hétvégét az tény, hogy a 2019-es bajnoki cím az nagyon kivételes volt, talán a túrautózás történelmét is tekintve, hiszen rengeteg, rengeteg bajnok volt jelen a rajtrácson, és nem feltétlenül csak a túrautós szakákból. Ugye amikor beszélgettem erről Mielis Norbéval, ő is kiemelte, hogy ott volt akkor még Iván Müller is, vagy ugye a rallycross menő Johan aki akkor még kétszeres adott a hatszoros rallycross világbajnok. És ez egy nagyon, nagyon nehéz és hosszú vágta volt egyébként, mert akkor a mostainál több versenyt rendeztek. Emlékeim szerint, hogy 27-30 után volt még akkoriban, míg most a 9 végével jött ki 20. Ugyanakkor, ugyanakkor abban a tekintetben igaza van Norbinak, hogy, hogy ő nem érzékel, hogy történt volna a bármiféle változás, hiszen hogy picit ilyen toldo, toldozva, foltozva is, de idén legalább volt stabil létszám, hogyha nem is feltétlenül akkora volt az állandó mag, mint amit megszokhattunk a korábbi években, de, de rendre 20, akár 30 szereplő is volt a mezőnyben, és ahogy itt már a korábbi percekben volt róla szó, valóban az nehezítés volt, hogy az adott régiónak a legjobbjaival kellett megmérkőzni, azonos autókkal többnyire, és, és Ebből a szempontból talán elgondolkodtató, hogy, hogy ennek azért talán több értelme volt, mint annak idején ennek a szabad kártyás szisztémának, mert abban leginkább csak az rúghatott labdába, akinek megvolt az a kellő mennyiségű tőké, amivel egyáltalán leadhatta a nevezését, és egy autóba beülhetett, de ez az összebútorozás így mindkét félnek jót, mert hogyha azt hiszik, a csúskategória így nem szűnt meg véglegesen, mert ennek veszélye is fennállt, ugyanakkor a nemzetközi berkekben kevésbé ismert, viszont nemzeti szinten nagyon jól teljesítő versenyzőknek meg lehetőség adott arra, hogy, hogy a nagyokkal is összeméressék, hogy mit tudnak. Alapvetően osztom a véleményedet. Szerintem egyébként a 19-es bajnoki cím az magasabb szinten van, már csak egyért, egyrészt a mezőny összetétele szempontjából is, meg abban az évben azért sokkal egybe volt, jobban egybe volt a mezőny, úgymond. Tehát ez egy kicsit olyan, hogy is fogalmazzak, volt az a, a kemény mag, és akkor kicsit toldoztuk, foldoztuk innen is, onnan is, és például mondjuk, ha megnézzük a dél-amerikai fordulóknak a mezőnyét, hát ott például nem mondhatjuk el ugyanazt, mint amit az ausztrál fordulóknál láthattunk. Tehát ott a dél-amerikai versenyzők igencsak le voltak maradva a, 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 a 9-es magtól, érdekes, hogy még Gerieri is. És érdekes, igen, Gerieri pedig, hát ő azért pont abban az évben, mikor Norbi 19-ben bajnak lett, Gerieri a második volt, és ugye ő volt a fő kihívója Norbinak. Ez így van, ez így van, és ez ebből a szempontból valóban meglepő, mondjuk lehet, hogy teljesen más lett volna a helyzet, hogyha Gerierinek egy teljes szezonos bizonyítási lehetőségi jut, csak hát ugye ez így nem adatott meg. Én, 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 én külön kezelném alapvetően a kettőt, tehát a 2019-es katarzist vitathatatlanul lehetetlen megismételni, viszont idén talán még az akkorinál is sokkal nyugodtabban, összeszedettebben teljesített Mielis Norbi, szerintem. Nagyon-nagyon megvolt a koncentráció a szezon elejétől fogva, amire szükség volt. Ami még a legnegyszesebbnek tűnt, legnegyszesebb pillanatnak, hogy a makói finálére úgy érkezett meg, hogy ugye harmadik volt a bajnokságban, még ha, csak, még ha csak egy pont hátrányban is. Mert ugye Rob Half, Jan közösen vezette a bajnokságot, és Halfról alapvetően közismert, hogy nagy makó menő. Csak hát végül nem, nem, nem úgy adta ki, hogy... Hogy... utolsó futamos dráma megint csak megvolt. Hát meg, 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 volt, csak hát ugye szerintem, hogyha megkérdeztünk volna száz túrautóban jártas embert az utcán, hogy akkor most Huff hát vagy Mielis, akkor szerintem 85-en Huffot mondták volna a Makao faktor miatt. Tehát ehhez képest volt benne némi meglepetés, volt benne dráma is, de, de, de ez egy teljesen korrekt és megérdemelt benne, cím volt Norbitól ezúttal is teszem hozzá. És, és, ami, ami, ami számomra nem, nem, is feltétlenül megdöbbentő, de, de ilyen teljesen más, hogy ő is milyen higgadtan fogta föl, így már másodjára. Jó, én azért ezt hozzátenném, hogy Norbinak is egy kedvenc pályája a Makaoi pálya, hiszen ugye első hogy 2010-ben ott aratta, még ugye az zengő tehát neki is azért vannak onnan jó emlékei. Jó, nyilván nem annyi a nyert, mint Rob Huff, aki gyakorlatilag a létező összes márkával nagyon nyerte magát ezen a pályán, de alapvetően Norbi is szereti azt a pályát, és én azt figyeltem meg a magyar versenyzőn, hogy szerintem nem volt rajta akkora nyomás, mint még annak idején volt. Tehát ak akkor még ugye, amikor ugye VTCR néven futott az egész, sokkal erősebb volt a mezőnynek az összetétele, és szerintem Norbin is rajta volt a nyomás, hogy 17-ben nem jött össze, még a volvósok ellen az a projekt, ott ugye Iván Müller közbejárásával azért rendesen a link, az, a, a racing is besegítettek abból, hogy ne jöjjön össze az a bajnoki cím Katarban. Viszont ugye ott következő években meg pont, pont ez éltette a hogy mindenképpen meg kell nyerni, most már össze kell, hogy jöjjön, és szerintem akkor nagyobb volt a nyomás rajta, és emiatt is azt mondom, hogy a 19-es bajnoki cím az szerintem fontosabb, mint idei. Idén nem mondom azt, hogy nem voltak ellenfelek, mert azért nyilván voltak, nem is akárkik, de szerintem akkoriban sokkal nehezebb volt Marvinak, mint most. talán közben csóválta a fejét egy kicsit. Hát először is köszöntök is mindenki, tehát 2017 kapcsán ugye az első van aki hogy hogyha arra gondoltál ott, ott ugye, de nem igazán ugye ez Iván Müllernek a visszatérés, ami azért ott hozott magával egy-kettő elég érdekes kommentet, néhány lelkes magyar szurkoló részéről mint általában. Igen, de Igen. Igazából ott, Az, azon volt emlékeny szerint, hogy ott az időmérő után a fékkel volt egy probléma, amiatt ugye nem tudott az első tízek kvalifikálni, és emiatt gyakorlatilag ott egyből meg is pecsélődött már az első napon, hogy is gyakorlatilag, és onnan nem is tudott a katari pályán már sokat előre jönni, így aztán egyből meg vissza a kermes pozíció volt onnantól kezdve. Csak ez is igaz, ez is igaz, de azért a volvosok is eléggé, hát hogy is mondjam, nem túl fair módon védekeztek, és terelgették Norbit a pályán. Ezt majd, majd Motegi is amikor kilökte az esőben, arra is emlékeztetünk például most így hirtelen. Hát igen, Jó, ott nem elég, nem elég sok Honda-Volvo ütközés volt, főleg a szezon végén, tehát az már-már ilyen fast Hamilton 2021-es magaslatokban. Absz abszolút nem akarom itt az Iván Müller hétereket feltüzelni, de alapvetően valahogy Iván Müller körül... Nem. Iván Müllerkől mindig is voltak ilyen nehéz ügyek, és hát ugye 12 szlovákia ringóta tudjuk, hogy hát a Norvég közelében van, akkor általában nem szokott abból jó kisülni. Hát én csak azért vitatkoznék így az eszmefuttatással, mert egyrészt idén már nem volt Iván Müller, másrészt a, az ilyen jellegű konfliktusok, összetűzések azért valahol mindig is a részei voltak ennek a, ennek a kérdéskörnek. Ha már itt nagyon itt a, 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 a Világos kék felhőkben úszkálunk, azért idén is volt egy-két érdekes csata Erlásé és Norbi között, amikor Erlásé az egyenesben próbálta meg a falra kenni Némi Norbit a szezon második felében, de aztán... Ez pont, az, pont az az Erlásé, aki azért néhány évvel ezelőtt még arról volt híres, hogy ugye nem is tudott, nem szó, vagy nem volt az a keménykedős fajta, hanem általában ő is arra szokott panaszkodni, hogy mások vele hogy bánnak. Hát megtanult a leckét, no. Hát igen, azért, hogy ne felejtsük el, hogy hívám Müller Nagy bácsi, tehát azért volt kitől tanulnia. Ezt nem vitattam egy percig sem, nyilván, egyértelmű. Az volt az utolsó év, ha már szóba jött, 2017, ami, amikor uh, ott ugye még gondolom, hogy emiatt is. Ugye az volt az utolsó világbajnokság, és utána egy ilyen folyamatos változásban van a túrautózás csúcsa, és, és uh, én is azt gondolom, hogy lehet, hogy tényleg Mihály Snorbi már azt érzi, hogy ő már bizonyított. Elsősorban magának, és ebből kifolyólag, hogyha maga, akkor mindenki másnak is. És innentől kezdve teljesen mindegy, hogy hány bajnoki címet nyer még, ha nyer, a legjobbak között már ott van. Abszolút így gondolom én is. Úgyhogy na ezt szerintem ez kiváló záró szó volt így erre a kis szezon elemzésre. Még így egy dologra lennék kíváncsi ezzel kapcsolatban a véleményedre, hogy milyen jövőt látsz ennek a, ennek a World Ja, meg hogy ugye lesz ennek egy szuper döntője igen, is. Igen, pont ezt Most akartam mondani, hogy ne felejtsük el, még nincsen vége úgymond ennek a szezonnak, legalábbis hát, hát úgymond a World vége van, de hát itt lesz majd egy döntő is majd ugye március első hétvégén portimao pont ugye ott a lelkezdődött az szezon is. Érdekes erről, még ugye nem minden szempontból vannak teljes információink, tehát még nem teljesen állt össze ez a lebonyolítási rendszer. Amit kiadtak róla, azt lehet tudni, hogy a World Tour idei bajnokságának az első 15 versenyzője, ugye automatikusan kvalifikálták magukat a döntőre, viszont az összes többi TC regionális bajnokságból a legjobb 45 versenyzőt szintén el fogják odavinni, ők majd különböző ilyen selejtező futamokon lemecsölik ezt egymás között, és onnan is majd a legjobb 15 versenyző bekerül, és akkor a két 15-ös csoport fogja majd ugye a legjobb 30-at, a döntőt alkotni. Úgyhogy kíváncsi leszek erre, hogy ez milyen lesz. Alapvetően nem tartom ezt egy rossz döntésnek, főleg azért, mert itt tényleg különböző regionális bajnokságoknak a versenyző is összemértik a tudásukat így a világ legjobbjaival, és szerintem ez egy teljesen jó dolog főleg azért, mert rengeteg olyan kis privát csapat van, vagy privát versenyző, akiknek ugye nincs meg a költségvetésük arra, hogy mondjuk egy teljes szezon fussanak a világbajnokságon, vagy a világkupán, és emiatt szerintem abszolút jó dolog az, hogy ott lehetnek. Én nagyon kíváncsian várom majd ezt a fordulót, és szerintem jó lesz. Aztán pedig, hogy mi lesz a jövő évben, hát ez egy nagyon jó kérdés. Ugye itt beszéltek arról is Marcello Lottiék, hogy a ami jövőre nem is, de aztán utána 2025-től talán a hibrid rendszert is bevezetik, valamint ami nekem furcsa volt, hogy a jövő évben pont azért, hogy világbajnoki rangra fölemenjen a bajnokság, ezért szeretnék az összes kontinensre elvinni, és emiatt pedig az európai futamoknak a számát fogják majd eléggé visszavenni. Nem mondjuk nekem ez pont nem tetszik, tehát szerintem azért csak Európából indult az az egész, és jó lenne, hogyha európai fordulóként nem csak mondjuk egy vagy két versenyt láthatnánk viszont alapvetően azt pártolom, hogy a világ minél több részére mehessenek el. A... Hát ugye ez a döntő egy kicsit nekem a Motorsport Games-re emlékeztet, amire már volt, -e, volt példa, meg elvileg jövőre megint lesz. Elvileg, uh, igen. Hogy azzal a különbsége, hogy ugye itt nem nemzetek, hanem ugye egyének küzdenek majd ezért, a, ezért a titulusért. Hát meglátjuk, mi lesz. Azzal zárhatjuk most ezt, a, ezt az elemzést, hogy abszolút örülhetünk és megérdemelten nyert Mihály Norbert gyakorlatilag másodszor a túrautózás csúcsán. Bajszádál meg pedig köszönjük szépen, hogy itt beszélgethettünk erről ebben a bő negyed órában. Előre is kellemes ünnepeket kívánunk. Köszönöm nektek és a kedves nélkül hallgatóknak is, úgyhogy köszönöm a meghívást.